Alaposan megbojdult a politikai élet azáltal, hogy Liviu Dragnea PSD elnök ellen újabb bűnvádi eljárás indult. Dragneát, aki a képviselőház elnöke is, közpénzek sikkasztásával vádolják. A vizsgálat 15 évre nyúlik vissza, és a Teldrum nevű útépítő vállalathoz köthető. Abban az időben Liviu Dragnea Teleorman megye tanácsának elnöke volt. A szociáldemokrata párt elnökét, Liviu Dragneát egy héttel ezelőtt hivatta be a korrupció ellenes ügyészség. A képviselőház elnöki tisztségét is betöltő politikust a DNA székházánál pár tüntető és egy tucat támogató fogadta. Mi se pare corect ca în momentul în care un coleg de-al nostru, și nu e vorba de orice coleg, ci de președintele partidului, trece printr-un moment greu, pentru că o chemare la o instituție a statului de factură. Asta nu este un moment ușor pentru nimeni. Ni s-a părut normal să venim să îi acordăm un mesaj de susținere. Am venit în calitate de senator al României. Am venit pentru că am văzut ce s-a întâmplat în ultimele două participări ale domnului Dragnea la Înalta Curte. Cred că nu ar trebui să se întâmple aceste lucruri, să fie admolestat, să fie batjocorit, și am venit să-l susțin pe Liviu Dragnea. Mint kiderült, az újabb bűnvádi eljárást az Európai Csalás elleni Hivatal vizsgálódásai nyomán indította a DNA. A vádhatóság szerint 2001-ben a Teleorman megyei tanács elnöki tisztségét betöltő Dragnea 8 társával együtt bűnszövetkezetet hozott létre. A Teldrum közútépítő és karbantartó vállalatot magántulajdonban játszotta át, majd az annak juttatott közpénzek egy részét elsikkasztotta, illetve pártja finanszírozására fordította. Dragneának nem ez az első viselt ügye. Tavaly a 2012-es népszavazáskor elkövetett választási csalás megszervezése miatt 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, egy másik ügyben pedig hivatali visszaéléssel és okirat hamisításra való bújtatással vádolta meg őt a DNA. Astăzi am fost la DNA să-mi iau în primire al treilea dosar. Trebuie să recunosc că este o poveste lungă. Resping categoric toate acuzațiile. Ceea ce spun de ani de zile, și anume că nu am legături financiare, patrimoniale cu acea societate comercială, mențin. Până acum, la celelalte dosare, spuneați că sunt dosare politice, inclusiv condamnarea dumneavoastră a fost una politică. De data aceasta, mai puteți spune că este un dosar politic? Miza este tot politică. O inclusiv toată... din partea partenerilor europeni? La ce vă referiți, la Olaf? Partenerii europeni? Eu vreau să văd dosarul. Vreau să văd ce s-a scris acolo și dacă eu sunt incriminat acolo și pe ce se bazează aceste incriminări. Liviu Dragnea azt mondja, meghurcoltatásával az a cél, hogy megtörjék őt és átvegyék a hatalmat a szociáldemokrata párt felett. Mindazok, akik a 2019-es államelnöki választásokon Klaus Johannist támogatnák. Este un atac violent. Miza fiind preluarea PSD-ului. Vă așteptați să ajungă mai mulți lideri ai PSD în perioada următoare? Așa am auzit și eu. Sper să nu. Sper să se oprească. A Liviu Dragnea elleni újabb bűnvádi eljárás megbolygatta a politikum egészét. Din capul locului, persoane care au fost condamnate penal sau care sunt cercetate penal, nu trebuie să fie în conducerea statului, punct. A parlamentből elsőként Viktor Ponta volt PSD elnök jósolta meg, hogy ez a harmadik bűnvádi eljárás Liviu Dragnea végét fogja jelenteni. A pro-Románia pártot vezető Ponta azt mondta, ő az elégedetlen PSD-sek nevében is szól. Ei toți se gândesc cum să-l schimbe pe Dragnea și n-au curaj să spună și o spun eu. La conducerea Camerei Deputaților să vină altcineva. Nu poate să mai fie Liviu Dragnea. Dragnea schimbă legile ca să rezolve lui dosarele. Hasonlóan az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség is felszólította a PSD-t, hogy menesszék a képviselőház éléről Liviu Dragneát. A szabályzat értelmében a parlament alsóházának elnökét csak saját pártja hívhatja vissza a tisztségből. Domnule Liviu Dragnea, chiar dacă nu sunteți momentan în Parlament, vă așteptăm demisia. Parlamentul României are de suferit cu Liviu Dragnea în funcția de președinte al Camerei Deputaților. Are de suferit ca instituție, își pierde credibilitatea, își pierde tot mai mult din rolul de legiferare pe care îl are. Az RMDS nem kommentálja a PSD elnökének újabb ügyét. A jogász végzettségű Márton Árpád képviselő megkeresésünkre a következőket mondta. Újabban bizonyos pártok az ártatlanság vélelmét nem létezőnek tekintik. Valószínűleg azért is nem akarják elfogadni azt az európai irányelvet, amely lehetetlenné tenné, hogy véleményt mondjanak addig, amíg el nem ítéltek valakit.
És mint ilyen, valószínűleg ezek a politikai alakulatok majd ilyen-olyan fázisban a politikai gesztusként utcai tüntetéseket fognak szervezni, stb. Egy magát komolyan vevő politikai alakulat, az RMDS ilyen játékokba nem bocsátkozik. A Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottsága pénteken Herkules fürdőn ülésezett. A testület határozatban ítélte el a törvénytelen és párhuzamos államot, amely megpróbálja átvenni a politikai hatalmat.